A licitálás elkezdődött, közel 42 különleges sport többek között Gros és Gyula dedikált labdájára, Sebastian Fettel, Mark Webber által is aláírt bézbolsapkájára, a részletekről Bánhédi András, a Sport Alkémia Alapítvány kuratórimának elnöke, korábbi egyébként gólkirály vízilabdában, illetve ifjúsági Európa bajnok, valamint Eskovács Ádám, világbajnok karate versenyző, illetve világjátékok győztes karate versenyző van itt velünk. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Nos, hát beszéltünk ugye jó néhány héttel ezelőtt arról, hogy egyrészt volt egy, egy nagyszerű kezdeményezés, ami alapján ugye nem csak egy közelmúltban megjelent könyv, ugye, amit tulajdonképpen azt szinte majdnem az alapítvány nem vével azonos címet viseli, ugye ismert meg a győztesek titkát, a sporthalkilmiáról beszélünk, hanem, hanem ugye ezzel kapcsolatosan a könyv bemutatóján túl nyilván elindult egy olyan kezdeményezés, amelynek alapvetően az a célja, hogy ezt a munkát mindig kis anyagi támogatással is segítse, elsősorban a hátrányos helyzetű sportolók megsegítésére. Ugye akkor említettük, hogy eleve nem lehetett könnyű feladat ezeket az erekéket összegyűjteni, most viszont eljött a pillanat, hogy a gyűjtők számára ezek megszerezhetők. András, érzed -e azt, hogy, hogy kicsit Elkezdett forni a levegő a témában, hogy tényleg azok, akik, akik ezeket az egészen elképesztő erekéket mondjuk úgy célba vették, azok, azok nagyon vártak erre a pillanatra. Hála, jó reggelt kívánok, és köszönjük a meghívást. Hála istennek, úgy néz ki, hogy hogy várták már jó páran, mert uhum. ahogy elindult 1-től a a Vaterapontú legnagyobb licitálási weboldalán a, a, az aukció, a jótékonysági aukció, elég gyors reakciók vannak már, és most már el is könyvelhetjük, hogy biztos, hogy lesz is befolyt összeg, amit, amit január 1 a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen már a, a célszemélyeknek, uh -huh. ahol valóban szükség lesz a segítségre, oda tudunk már támogatásképpen. Uh -huh nyújtani eljuttatni. és eljújtatni. Ádám, neked is van itt olyan relikviád, ami tőled származik? Igen, ez a madárféle boxkesztyű. <laughs> <laughs> igen, itt van ez a karaterruha, amiben két évvel ezelőtt a Magyar bajnoki címet sikerült megszerezni, és ennek még az a különlegessége egyébként, hogy ez egy saját fejlesztésű ruha. Na, ilyen van ebben a sportban? Van, hát miket tudok meg? Igen. <laughs> ez a, az én segítségemmel fejlesztettük a ruhát, illetve az én nevemmel van ellátva, ez főleg versenyzőknek lett. Aha. És SK tehát, a Champion Line. Aha. Képvisel. Aha, fantasztikus. Egyébként, ki, erre kitértünk, azért egy picit ismertes meg minket a rejtelmekkel, hogy nyilván egy ilyen ruhának a, a formája, a minősége, a, hát azt tudjuk, hogy mennyire fontos szerepet játszik egyébként a ruha nyilván a küzdelemben. De miért volt szükség arra, hogy elégedetlen voltál, ugye gondolom bizonyos szempontból a, a ruhával, amit viselsz, hogy a saját fejlesztésre sort kerül? A hát, euh, azt nem mondanám, hogy elégedetlen voltam a korábbi ruhákkal, de euh, már régóta támogat engem egy uh, itthoni küzdősportfelszerelésekkel uh -huh. foglalkozó cég, és közösen kitaláltuk a világjátékok győzelme után hogy csináljunk egy olyan ruhát, amiben én jól érzem magam, és mégsem feltétlen a világ legnagyobb cégei közül, tehát valami uh -huh. magyart uh -huh. fejlesztést csináljunk, illetve tényleg megvolt az a szabadságom, hogy megmondhattam, hogy itt kicsit vékonyabb legyen a ruha, itt legyen szellőzés, uh -huh. és hát alapvetően, mint minden sportákban, nálunk is a kényelem az első számú szempont, de ezek mellett azért ugye itt uh, húzzuk... Uh, tépjük a ruhát, tehát itt komoly állóképessége is kell, hogy legyen a, az anyagnak, de azt gondolom, hogy ez már két éve fut, és egyébként nagyon szeretik a, uh -huh. a magyar versenyzők. Tehát elnézős. lehet ebben újat nyújtani, hogy azért, azért az előzőkhez képest azért picit más legyen. Nyilván gondolom, neked ez a legkényelmesebb. Igen, én nagyon szeretek ebbe edzeni és versenyezni is. Uh -huh. András, mi volt a tapasztalat, hogy amikor a, a alapvetően ez az egész kezdeményezés úgy útjára indult, és hát nyilván végig kellett gondolni, hogy hogyan lehet ennek a alapítványnak, lett az alapítvány működésének azt a fajta mondjuk anyagi alapot megteremteni, ami remélhetőleg aztán persze majd, majd egyéb támogatók nyomán is, is, bővülhet. Ez volt az egyértelmű választás, hogy, hogy relikviákat kellene beszerezni, amit talán egy jó induló tőke maga, honnan tovább lehet lépni? Igen, egy összefogást is akartunk ezzel elindítani, uh -huh. hogy bajnokok közösen, ugye ami a könyvben elindult, egy, egy mentális segítség, hogy, hogy hogy mentálisan ők hogyan gondolkoznak, amúgy ezúton szeretném mindenkinek is, külön az Ádámnak is itt személyesen megköszönöm a felajánlását, mert, mert nélkülük ez az egész nem jöhetett volna létre őknek az egésznek a, a szíve, lelke és a 42 fel, felajánlott erekje. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó dolog indult el. Nem egyszerű jelen pillanatban hozzá kell tennem semmilyen módon tőkét előteremteni, Faj. de én úgy gondolom, hogy egy ilyen cél lért, vagy mit, mit, mi, hogyan teremtsünk, hanem egy ilyen célnal, és nem ilyen emberekkel közösen együttműködve. Szóval most elsőjétől éltől elindult az árverezés, és 20-áig fogam úgy december 20-áig 12 óráig zajlani, uh -huh. addig bárki tud licitálni, teljesen nyitott úgy a lehetőség bárki számára, a szóval magánszemélyként, cégvezetőként, cégként bárki tud, bárki meg tudja vásárolni ezeket a erekéket, és hát direkt nyitva hagyjuk az ajtót, szóval. Sokan tanácsolták, hogy célozzunk meg különböző személyeket, uh -huh. akiket támogatni szeretnénk. Ez is egy jó megoldás lenne, vagy lett volna, de mi úgy döntöttünk, hogy január 1-től, amikor látjuk a befolyt összegeket, akkor bárki tud a www.sportalkimia.com honlapon e-mailt írni nekünk, uh -huh. pályázni. Gyakorlatilag pályázhatnak majd a támogatásért. Így van, 2012. A január 1-től. Uh -huh és a, befo a bejövő pályázatok alapján fogjuk eldönteni, hogy, hogy hova kerüljenek a, a támogatások. Ezt azért tartjuk így fontosnak, mert lehet, hogy mi nem tudunk. Hogy ne? Tehát azért. Ugye, akármennyire is ismeritek nyilván a magyar sport palettát, azért az ember nem láthat el mondjuk Így egy van. egy kis település, kis klubjának a legmélyére, hogy milyen tehetség pontosan. vesztegel azért a pályáján, mert mondjuk nincsenek meg a megfelelő feltételek. Pontosan. És akkor ennek az elosztásában segít a Magyar Olimpiai Bizottság? Így van, Így van pontosan, hiszen nekik erre egy nagyon komoly apparátusuk van, egy nagyon komoly szakmai hátterük van. Uh, hozzá kell tennem, hogy tényleg hihetetlen uh, információk jutnak el már hozzánk. Szóval, akár a kajakkenú sportban, név nélkül, megnevezés nélkül. Uh, egy olyan telep működik Magyarországon, ami egy aranygyárnak számít, és jelenleg nincsen fűtés. Aha. És edzés után a gyerekek az edzőhöz mennek melegedni, a hogy hogy uh, Szeg. hogy utána ne fázzanak meg. Szóval lesz Igen. helye, biztos vagyok benne. És hát uh, biztatok mindenkit arra, akit szereti a sportot, szeretne egy egy olyan tényleg egyedülálló erekét egy életre szólom maga, tudni, hogy igen. itt az alkalom. Ádám, azért ezekre a kemény évekre úgy, úgy vissza tudsz emlékezni? Tehát, tehát nyilvánvalóan ez a szándék, gondolom, részedről is, meg a veled együtt ö, csatlakozó kiváló sportolók együtt is, gondolom valami fajta személyes emlékből is táplálkozik, hogy ez sosem volt egyszerű elkezdeni. Hát, hát igen, nem olimpiai sportákként. Itt még mond... most tovább körülmények között. Igen, nem, nem, között. nem egyszerű a helyzet de azt gondolom, hogy eleve nekem egy óriási megtiszteltetés, hogy nem egy, hanem több mint tíz olimpiai bajnok versenyzők között az én ruhám is ugyanolyan szinten szerepelhet, és hát én is, amikor 18-20 éves koromban, ugye amikor felnőtté válik az ember a, a saját sportágában, akkor azért nagyon sokszor küzdöttünk anyagi problémákkal, bár a szövetség sokszor segített, és a versenyekre eljutottunk, de a napról-napról készülés az, az nem volt egyszerű, és nekem nagyon-nagyon jól jött volna, hogyha akkor van egy ilyen lehetőség, és bár sok ilyen van Magyarországon, de tényleg, ahogy mondtam az elején, hogy nagyon nagy részben az olimpiai sportágak vannak uh, ide célkereszben, és a, a nem olimpiaiak egy kicsit kivannak ebből zárva, és most ez is egy olyan lehetőség, és én is fogom a saját sportágamon belül népszerűsíteni az egész aukciót, illetve uh -huh. utána a pályázás, a pályázás lehetőség. lehetőségét, uh -huh. mert ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy tényleg akárki, bármelyik sportágból független, hogy olimpiai, nem uh -huh. olimpiai világjátékon szereplő vagy sem pályázhat, és uh, ismerve a sportalkimia a csapatát, ez tényleg olyan helyre fog kerülni, ahova hát kell. Is. Én is azt hiszem, hogy a hitelességhez abszolút nem félhet kétség, talán a leghitelesebb társaság az, aki egy ilyen jellegű segítő akcióba fogott. Ugye elég, hogyha csak a mondjuk tényleg egyfőre jutó olimpiai bajnoki címek, világbajnoki elsőségek számát nézzük. Egy nagyon-nagyon gyors összegzés, hogy mi van még, mert ugye két-három dolgot emeltem ki itt a bevezetőben Grosz és Gyulának, ugye a foglalját és egyebeket. Szóval... Hát felsorolni nagyon nehéz csak a, abszolút a Mark Webber és Szemesztián Fettem most már újdonsült kétszeres világbajnok által aláírt saját aláírt vészból Láthatják itt akár az asztalon a nézők, Erdei Zsolt, Zsolt világbajnoki felkészülésében kesztyűzött ebben a kesztyűvel, Bajzsai Károly box kesztyűje, ugye Gros és Gyula bácsi aláírt saját aláírt labdája. A vízilabda válogatottnak is, ugye? Így van, a vízilabda válogatott, valamint a magyar futball válogatott egész stábja és a csapat által aláírt mezét is bárki megvásárolhatja, valamint Paplaci László, Pap Laci bácsinak az edzőpólóját, amiben ő annó edzőként Azt a Tehát én azt gondolom, hogy érdemes böngészni a tárgyak között, és a Vatera.hu-n a továbbiakban. licitálni. Köszönöm szépen, urak, hogy eljöttetek hozzám.